Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk Péter apostol első levelében, az első fejezet 9. versétől kezdődően a következőképpen. Így folytatja a levelet az apostol. Őt, tudnilik az Urat, szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, elnyerve hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Szívem csendben az Úrra figyelem kísérli, szívem csendben az Úrra figyel kísérli, szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, valószínűleg van néhány olyan dolog, amivel nagyon röviden lehet jellemezni vagy megrajzolni az Ószövetség eseményeit. Van néhány olyan pont, néhány olyan esemény, vagy néhány olyan szereplő, akik annyira hangsúlyos dolgot tettek le az asztalra, annyira fontos szerepet helyezett a vállukra az Isten, hogy ők biztos, hogy szerepelnének egy ilyen összefoglaló írásban, ha az Ószövetséget össze akarnánk foglalni. És az egyik ilyen csoport, akik mindenképpen benne vannak, és hát nyilván előttünk is vannak, amikor olvassuk az igét, azok a proféták voltak, akiket arra választott ki az Isten, hogy bizonyos dolgokat, amik lehet, hogy nehezen mennek majd le a népnek a torkán, vagy a szívébe, azért mondják el. És az örömteli dolgokat is. Ne hagyják ellustulni a népnek a figyelmét, ne hagyják ellustulni sem a nehéz, kényelmetlen igékkel kapcsolatosan, sem pedig az örömteli üzenetekkel kapcsolatosan. Izrael életében a proféta hát sokszor elég sanyarú sorsú ember volt, de aztán idővel ugye mindent az idő megszépít, meg az utólagos gondolkodás mindig máshogy mérlegel, és a proféták nagyon komoly szerepet kaptak. A prófétaság, mint olyan, különleges szerep volt Izrael életében. Isten emberei voltak, akiken keresztül az Isten annak idején aktuális kérdésekben mondott egészen konkrét utasításokat vagy tanácsokat, az Isten véleményét kellett tolmácsolniuk ezeknek az embereknek. Bennük jelent meg, és bennük valósult meg az Istennek a vezetése, az Isten tanácsolása, az Istennek a jelenléte, ha úgy tetszik, a bíráskodásukban az Istennek a döntése. És évszázadok alatt ez a prófétaság, így fogom most fogalmazni, hogy ez egy különleges, szinte érinthetetlen, szent dologgá lett, most hadd tekintsünk erre így, amit mondanak Mózes és a próféták. Ez olyan dolog, amit senki nem vonhat kétségbe, ezzel nem szállunk vitába. Ezeket nem vesszük, nem akárhogyan vesszük elő, ezekből akármilyen gondolatokat nem vezetünk le, mert ez egy különleges érinthetetlenséget hordoz, mert hogy az Isten szól ezeken a régi dolgokon keresztül. Valami szent, Istenhez kötődő, különleges dolog, amit nem lehet feladni, amitől nem lehet elfordulni, amit nem lehet csak úgy azt mondani, hogy hát már lejárt ennek az ideje. Ősi igazság, ősi ige, a kultusz így helyes, az Isten tiszteleti életünk így helyes, ezen ne érintsük, ne nyúljunk hozzá.
Amikor az Úr Jézus, mint messiás megjelent, akkor pedig külön magyarázni kellett, hogy ezzel nem dobjuk ki a prófétaság drága értékét és drága kincseit. Nem rújjuk fel a régi prófétai dolgokat, sőt, azt kell észrevenni, hadd legyen ez az indító üzenet ennek az igének, mondjuk a felhangja annak, amit az apostol ír. Az a messiás, aki megérkezett, az a Jézus nevű ember, az a József fia, aki Isten fiának bizonyult, akire azt mondja az Isten, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, minek beszéltek bele a dolgokba. Ugye hadd utaljak vissza az oltár előtti ígére, a megdicsőülés hegyén ott van Mózes és Illés, beszélgetnek Jézussal, és Péter nem bírja tartani a száját, neki bele kell szólni. Neki hozzá kell tennie magát, itt vagyunk mi is, és vállalja az alázatos sátorkészítőnek a feladatát. Én nagyon magamnak nem is, meg a velem lévőknek nem készítünk sátrat, mi majd ázunk az esőben, meg viseljük a napsütést, meg mindent, de nektek készítünk, mert ezt meg kell őrizni. És akkor megszól az Isten, bocsánat, nem kiforgatva az igét, de egy hangsúlyát aláhúzva, ne beszélj, most hallgatni kell, most figyelni kell. Most nem az a dolgod, hogy te hozzátegyél valamit, ami itt történik, az Isten dicsőségének megjelenéséhez te nem tudsz hozzárakni semmit, te élvezheted azt. Gyönyörködhetsz abban, megmaradhatsz abban. Apró jelek vannak ott abban, a zseniális ige, mint mindegyik egyébként, de ez az oltár előtt ige különösképpen is, hogy fényes felhő árnyékolja be őket. Ez egy kicsit képzavar. Fényes felhő árnyékolja be őket. Ki kell ütni a gondolatmenetből őket, meg kell állítani. Ez az irány nem jó. Amikor az Isten az ő dicsőségét meg szeretné jelentetni, azt akarja mondani, ami a mai vasárnapunk igéje, hogy az ő dicsősége ott van, megnyugszik rajtad, abba emberi kéz ne nyúljon bele, mert el fogja maszatolni. Más oldalról megközelítve, hidd el. Ha én az Isten, az én dicsőségemet meg akarom jelentetni közöttetek, akkor azt meg fogom tenni. Ha én kijelentem azt, hogy az én dicsőségem meglátszik rajtad, akkor az meg fog látszódni rajtad. Úgyhogy az neked jó legyen. Ezért Péter apostol ebben a levél részletben először is tisztázza a dolgot, hogy itt nem elvész valami az Isten dicsőségéből, csak olyan közel jön, ahol nem is gondolod, hogy nem fog megégetni. Az oltár előtt ígére még hadd utaljak vissza, az Úr Jézus, amikor a földre borult és halálra vált tanítványokhoz lép, akkor azt mondja, hogy ne féljetek. Az Isten dicsőségének a megjelenése az nem megrettenést kell, hogy jelentsen, nem elriadást kell, hogy jelentsen. Ezért kell, hogy óvatosan kezeljen bennünket az Isten. Ezért kell Péter apostolnak majdnem, hogy szabadkoznia ebben az igében. Nem lehet egyenesen kimondani olyan egyszerűen dolgokat. Mert az ember megriad. Félelmetes dolog az Isten közelében lenni. A proféták, a messiás, az Isten fia lelke által jövendöltek dolgokat a messiás megérkezéséről. Megjövendölték, és az meg is történt. Az, akiről a proféták beszélnek, amiről a proféciák szólnak, ami a profétasságnak a jövőbe mutató üzenete, az ugyanaz, mint aki megjelent ebben a bizonyos Jézusban. Ne ijedjünk meg tőle. Először is, tehát azokat, akik hallgatják ezt a levelet, meg kell győzni csak arról, hogy ne csukd be a füled, ne fordulj el mindjárt, hallgasd végig, ne szólj közbe. Az a prófétai korszak, az nem maradhat úgy, ahogy van, vagy ahogy volt. Azt nem jó valamilyen alabástrom tartóba berögzíteni és úgy hagyni. Nem jó az egyházi esztendőt úgy felépíteni, hogy megérkezünk advent és karácsony, és vízkereszt, és akkor ott megállunk időzni, és el vagyunk. Az egyházi esztendő egy drága keret, úgy adatik, hogy lássuk meg benne az Istennek a kezét, hogy vezet bennünket tovább, hogy ne álljunk le. Nehogy ne jussunk el, ugye előttünk van 70-ed vasárnapja, böjt elő ideje, előttünk van az a felkészülési idő, ahol az Isten vezet bennünket, hogy megérkezzünk majd oda a Golgota alá. Az Úr Jézus nem csak azért jelent meg, hogy az Isten megmutassa, hogy ő tud ilyet. Az Úr Jézus megszületésére azt lehet mondanunk, hogy hát igen, az ige testé lett, az Isten megjelent ebben a világban, az Isten ezt cselekedte, ez az ő dolga, ez az ő megjelenési formája, ez az ő hatalma. Az ő dicsősége, lehet így is mondani, amit lehet
messziről nézegetni. És az Isten nem áll meg velünk, hanem hogy gyertek velem tovább, mert nem az a lényeg, hogy én mit cselekszem, hanem hogy veletek mit cselekszem. Nem akarom nagyon kiélezni a dolgot, de a jászoltól lehet, hogy még lehet távol maradni. A jászolnál lehet még emberi módon babusgatni az eseményeket, babusgatni a kisgyermeket, bocsánat, hogy játszok ezzel a képpel. A kereszt alatt nem lehet babusgatni. Ott megváltozni lehet. Ott összeroskadni lehet. Ott megtisztulni, vágyni lehet, és az megtörténik. Péter apostol éppen ezért beszél a cél eléréséről, megvalósult kegyelemről. Azt mondja, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Az adatot nekik, hogy tudják, hogy ez, amit most hírül kell, hogy adj, ez a jövendőnek, az eljövendő életnek a megjelenő dicsősége lesz. Most hadd ragadjunk egy picit le ennél. Eljönnek azok a nemzedékek, akiknek már nem csak a prófétai beszéd adatik, hanem a megvalósulás adatik. Az egyházi esztendő így van előttünk, vagy így vezet bennünket. Vízkereszt utáni utolsó vasárnapon vagyunk, lassan befejeződik a testet öltés megünneplésének az ideje. Következik a böjt, következik a bennünket érzékenyen érintő rész. Következik az, amiben szeretne az Isten bennünket érzékenyen érinteni, érzékeny pontokra tapintani. És ha talál érzékeny pontot, akkor azt gondolom, öröme van az Istennek. Ő tudja, hogy hol vannak az életünkben az érzékeny pontok, azt bennünk kell érzékenyé tenni. Rá kell tapintani, érezzem meg. Ugye ez fájdalmas helyzet, fájdalmas mozzanat, fájdalmas hely. Akkor azt gyógyítsuk meg. Éppen ez itt, amikor Péter itt beszél ebben a néhány mondatban az Isten dicsőségéről, akkor nagyon röviden, talán egy másfél mondat alatt eljut egészen a feltámadásig, a mi feltámadásunkig. Az egész üt történet belesűrítve néhány szóba. Az a régi történet, az a profécia, a proféciák kora, és annak minden igazsága odaérkezik meg te hozzád, akivel kapcsolatban nem gondolta meg magát az Isten. Kedves testvérek, a következő üzenetünk ezen a mai vasárnapon, és még mindig ugyanoda utalunk vissza, az Isten dicsősége meglátszik rajtad. Nem gondoltam meg magamat. Amikor arra gondoltam, maradjunk Péternél, ott van az oltár előtt igében a főszereplő, vagy legalábbis aki nagyon szeretne főszereplő lenni, mert úgy érzi, hogy amíg nem teszek hozzá valamit, addig nem vagyok eléggé főszereplő. Tehát Péter, hát minden te miattad van. Minden te érted van. Mikor veszi végre az ember észre, hogy a saját létezésében az Isten bennünket főszereplővé emelt? A saját tenyerén. Mikor hiszem el végre, hogy az Isten dicsősége meg akar látszódni? És azt akarja, hogy élet legyen. Odaérkezik meg az Isten te hozzád, és jelzi, hogy nem gondoltam meg magam. Azt akarom, hogy a hited elérje a célját. Ha pedig a hit elérje a célját, ugye a lelketek üdvösségét így mondja, vagy így írja, az egy másik gondolatot, egy ebből fakadó, nagyon logikus gondolatot húz alá. Az Isten ezt a célt tökélte el, és ennek két oldala van mindenképpen. Sokszor nem azt mondom, hogy számon kérik az Istent, de azért értetlenül állunk oda az Isten színnel, hogy bizonyos dolgokat azért máshogy is engedhetett volna. Miért így van? Miért nem amúgy? És az Isten kijelenti, hogy nézd, én azon munkálkodom, hogy ki ne hullja tenyeremből. Nézd, én azon munkálkodom, hogy az én dicsőségem, az én mennyei dicsőségem, abban ott legyél, az a tied legyen. Veszem magamnak a bátorságot, hogy nem fogom minden evilági gondodat, terhedet, a te elgondolásod szerint és a te kéréseid vagy vágyaid szerint rendezni, hanem én rendezem az én vágyaim szerint. Mit mond az igének a végén? Amikbe az angyalok vágyakoznak beletekinteni. Kedves testvérek, hadd menjen el a fantáziánk ebben az irányba.
Az Isten mennyei háztartása szeretné megnézni, milyen az, amikor valaki nem elvész, hanem hazaér. Vágyakoznak bele. Minden vágya az Isten mennyei háztartásának, az Isten mennyei jelenségének, igazságának, minden vágya az, hogy érám tekintve a helyemen legyek, hazaérkezésem legyen. A cél az a megérkezés oda, és hogy az elején mondtam, erről bennünket győzködni kell. És van türelme az Istennek, hogy bennünket győzködjön. Nekünk nincsen. Elvész a türelmünk, amikor egy tiszta pillanatunkban, vagy nagyon is bepiszkolódott pillanatunkban azt gondoljuk, hogy most már az Isten elhagyott bennünket, vagy az Isten el kellene, hogy hagyjon bennünket, vagy máshogy kellene megszólaljon. Ő nem vesztette el az eszét, bocsánat. Nem vesztette el a türelmét. Így vagyunk vízkereszti időben, vezet bennünket ma is az egyházi esztendő. A megszületett Úrra figyeljünk még bátran, amint elámul a világ, elámul azon, hogy hát erre nem számított senki, hogy az Isten megjelenik ebben a világban. Arra végképp nem számított senki, hogy az az Isten, aki megjelenik a világban, az azért jelenik meg, hogy mindenről lemondjon. Miértünk. Ugye az Istennek az lesz a dicsősége, hogy ezt majd egyszer meg fogom érteni, hogy az Istennek az lesz a dicsősége, hogy el fogom fogadni, hogy az Istennek az lesz a dicsősége, hogy vitába száll az egész világa, és azt mondja, hogy igen, ő érte. Azért, mert nem érdemelte meg. Arról beszél Péter, hogy most már szabad azt felfedezni, hogy nem csak beszélünk, vagy nem csak szó hangzik előttünk arról, hogy de jó lenne rendbe jönni az Úrral, hanem megtörtént. Ugye az Istennel úgy ülni le egy asztalhoz minden napon, hogy mi azért ülünk le egy asztalhoz, mert nem azért jöttem eléd, Uram, hogy meggyőzzelek valamiről, hanem hogy te meggyőz engem arról, hogy megtörtént. Odaülhetek ahhoz az asztalhoz. A prófétai idők a bizonytalansággal teli idők voltak sok szempontból. Biztos más szempontból meg sok bizonyosság is volt, de most ezt hadd hangsúlyozzam ki. A bizonytalansággal teli idők voltak. Sok dologba próbált az ember belekapaszkodni, sok dologban próbált a prófétai dolgokban is akár. Próbálta megragadni azt, ami majd aztán alapja lesz az életének, és aztán mindig egy dolog maradt. Maradjatok én mellettem. Isten igéje. Amit a proféták hirdettek, majd az, hogy majd egyszer megoldódik, majd egyszer a helyére kerül. Most pedig van az élő ige, amiben kapaszkodunk. Valaki nemrég azt nyilatkozta, hogy a kereszténység abban fog megújulni, hogyha egymásra jobban odafigyelünk. És értjük nyilván a jó szándékot, de a kereszténység nyilván abból újul meg, hogyha az Úr Jézusra jobban odafigyelünk. Soha nem tudta a kereszténység saját magát megújítani. Soha nem tudta a keresztény ember saját magát megújítani, hanem mindig csodálkozva állt meg azelőtt a csoda előtt, az Istennek azelőtt a dicsősége előtt, hogy megújulnak dolgok, megújulnak szívek. A saját szívem. A legnagyobb csodálkozásunk mindig saját magunkon kellene és szabad, hogy legyen. A saját magunkban megtapasztalt változásokon, az elengedésnek a változásán, hogy elengedem magamat az ő kezébe. Megengedem neki, értsük jól a kifejezést, megengedem, hogy ő megmutassa rajtam az ő dicsőségét. Úgy, ahogy jónak látja. Záró gondolat, az Úr Jézus megjelentés elvégezte azt, ami rá volt bízva. És az elég. Az Úr Jézus megjelent a megdicsőülés hegyén, mindenféle értelemben tekinthetünk erre a képre, valóságosan is, átvitt értelemben is, és az Isten megszólalt, és lezárta a vitát. Lezárta azt a vitát, ami bennünk dúl, hogy van-e helyünk az Isten asztalánál, vagy nincsen. Azért van, mert ő azt mondja. Megjelent a Krisztus, és elvégezte azt, hogy neked legyen megérkezésed, megváltásod, üdvösséged. És ebbe vágyakoznak az angyalok beletekinteni.
látni, ahogyan a bizonytalanságból hit születik, nem magabiztosság, nem önteltség, nem pökhendiség vagy öntudat, hanem bizonyosság és öröm. Kedves testvérek, örömöt prédikáltat, vagy prédikál ez az ige. A mennyben nagyon vágynak arra az örömre, amikor odaérek. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, taníts bennünket erre az örömre, erre a vágyra. Elhinni először, meggyőzetni arról, hogy a mennyben nagyon várnak arra, hogy én belépjek. Meggyőzni arról, hogy én, aki itt élek ebben a világban, a te kezed alatt, a te eged alatt, vágyhatom arra, hogy oda belépjek. Mert ígéretem van. Az ígéretnek a súlya pedig a te adott szavad. Az az élő szó. Hálát adunk azért az élő ígért, Urunk Istenünk. A te szeretetedért, ami megnyilvánul minden napon. Köszönjük ezt a mai napot is így neked. Ámen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogyha Isten éltet bennünket, akkor ma délután 4 órakor szokott rend szerint Soroksáron istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel hívnak erre az alkalomra. Imádkozzunk a soroksári alkalmakért is. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, ahogy korábban is ezt hirdettük, és ahogyan a hirdető táblára is elhelyeztük a hirdetést, a plakátot. A mai nappal kezdődik az egyetemes ima hét, ami abból az emberi vágyból, Isten lelke által adott emberi vágyból fakad, hogy legyen közösség az Úr Jézusban. Mi emberek ügyesek vagyunk abban, hogy szétszedjünk dolgokat, összerakni már nem mindig olyan egyszerű. Aki autót szerelt, az tudja, szétszedjük, azt amikor összerakjuk, és minden kész, még mindig marad 5 csavar, és valahonnak helye van, és akkor kezdheti az előről az ember. Az Isten szeretné összerakni a mi életünket, és annak a garanciája az Úr Jézusban van. Ezért imádkozzunk, hogy az imahét alkalmai az Úr Jézus színe előtti elcsendesedésnek az alkalmai legyenek tényleg imádságos közösségben. Szeretettel hirdetem, hogy a mi közösségeinkben megtartott imaheti alkalmak első alkalma holnap este 6 órakor lesz a Szabótelepi Református Egyházközségnek az imaházában, a Mártírok útja 149 alatt. Minden este, hétfőtől péntekig minden este tartjuk ezeket az alkalmakat. Evangélikus szolgálattal lesz majd a záró alkalom a pénteki napon. Hívogatnak szeretettel, mindenkit biztatunk is. És mindjárt ezzel kapcsolatosan szeretném hirdetni a testvérek felé, hogy az előttünk lévő tavasz az sok szempontból megterhelt, de mondjuk jó értelemben megterhelt tavasz lesz, és így lesznek az előttünk lévő hetek. Egyházunkban általános tisztújítás indul, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden tisztségviselőnek a mandátuma lejár, nem kell külön lemondani, ez megszűnik, ugye a 6 éves időszak elmúlt, és újat kell választani, és ezt időben el kell végezni, hogy a különböző egyházkormányzati szinteken, tehát egyházközség, egyházmegye, egyházkerület, országos egyház, meg zsinat, és minden tisztséget ebben az évben az ősz végéig, novemberig újra lehessen választani, tehát időben kell kezdeni. Ez pedig azt jelenti, hogy az első szint az egyházközségekben történő választás. Ez azt jelenti, hogy március 31-éig minden egyházközségben meg kell, hogy történjen a tisztségviselőknek az újraválasztása, illetve az új választás beiktatással együtt. Ez azt jelenti, hogy minél előbb neki kell fognunk az ezekkel kapcsolatos intézendő feladatok felépítésének, ennek az egésznek a lebonyolításának. Ezért
az előttünk lévő héten, hétfőn este, 7 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk, bár ugye kezdődnek az ökumenikus imahétnek az alkalmai, jeleztük a testvérközösségek felé, hogy nekünk ilyen feladatunk van, hogy presbiteri gyűlés, választások és hasonló kérdések, és ezért az istentiszteletnek, hogy vége van, akkor igyekszünk mindjárt ideérni és a presbiteri gyűlést megtartani. 7 órai kezdettel igyekszünk, és kérjük ebben is az imádságot, igyekszünk frappánsan, ügyesen elővenni a kérdéseket, mindent, ami fontos, azt ügyesen, gyorsan megbeszélni, hogy aztán a későbbiekben mindenre az így kialakított rendszerint aztán ügyesen tudjunk majd lépéseket tenni. Imádkozzunk tehát ezért az alkalomért, nem csak a presbiteri gyűlésért, hanem az előttünk lévő választási helyzetért. Ugye püspök választás is van a mi kerületünkben, ezért is kérjük a gyülekezet imádságát. Egyházunk új törvénye szerint ennek is megvan a menetrendje, és majd a presbitériumok fognak szavazni, és a presbitériumok szavazatából áll össze majd az a végeredmény, ami alapján majd a tavasz folyamán kiderül, ki lesz az új püspök egyházunknak. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de ez hamarosan érkezni fog, és akkor tájékoztatjuk a gyülekezetet. Szeretettel hirdetem az előttünk lévő alkalmakat, a megszokott alkalmakat, a keddi házi bibliaóra alkalmát, amelynek részleteit a hirdetőtáblán olvashatják a testvérek, és nyilván a keddi imaheti alkalmat is, ugye 6 órától. Szerdai napon a Dorkász ima közösség alkalmát hirdetem délután 4 órai kezdettel, a megbeszéltek szerint, illetve este 6 órakor a kórus alkalmát, illetve ezt majd meg kell beszélnünk, mert ugye 6 órakor imaheti alkalom van, úgyhogy a kórus tagjai, azt így kérem is, meg szerintem már ezt meg is beszélték egymással, hogy hogyan is lesznek a kórus próba alkalmai az előttünk lévő héten. Csütörtökön szeretettel hirdetem a 10 órai bibliaóra alkalmát délelőtt, illetve megint csak az imahét alkalmát, és a pénteki záró, imaheti záró alkalmunkat is, ahol majd mi szolgálunk, és úgy tudom, hogy a kórus is szolgál ezen az alkalmon, kérjük az Isten áldását ezekre a szolgálatokra. Mivel pénteken imaheti alkalom van, ezért a konfirmandus óra kivételesen elmarad, viszont este 7 órai kezdettel, illetve azután, ahogy sikerül ideérni az ifjúsági órát, mindenképpen tartanánk, egy olyan témát kezdtünk el az elmúlt alkalommal a fiatalokkal, amit szeretnénk befejezni, és hívogatunk is szeretettel erre az alkalomra. Hirdetem még a jövő vasárnapi istentiszteletet a megszokott rendszerint és időben 10 órakor tartunk itt istentiszteletet Pesterzsébeten, hívogatunk erre is. Isten áldása legyen életünkön és hirdetésünk minden pontján, és Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.